Őszinte, naprakész, hiteles. Ezentúl Magyarország egyik legszebb stúdiójában vitatjuk meg a közélet mindenkit érintő kérdéseit. Kapcsoljon a megújult Echo TV-re. Echo, a nemzet hangja. Magyarország nem fogad be egy bevándorlót sem. A napi aktuálisban Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője. Törvény nehezíti a bevándorlás pénzelését. Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Ha kell, perre megy a fehér Porgy és Besz miatt. Ókovács Szilveszter, az Operaház főigazgatója. Megosztja a magyarországi felekezeteket a migráció kérdése. Az Informátor egyházi vezetőket szólaltatott meg. A stúdióban köszöntöm első vendégemet, Gulyás Gergelyt, a Fidesz frakció vezetőjét. Jó estét kívánok! Kedves sokan, jó estét kívánok! Egy pár perccel ezelőtt idéztem a nyilatkozatát Soros György kitiltásával kapcsolatban, de még egyszer mondjuk el, ugye a magyar állampolgárság igazolására lenne szükség ahhoz, hogy valakit ne lehessen kitiltani Magyarországról. A magyar állampolgárság igazolására vagy magyar állampolgárságra? Egy olyan dogmatikai vita ez, aminek van gyakorlati jelentősége, de szerintem könnyen eldönthető és megérthető, hogy miután a magyar állampolgársági jog az a vérségi elv alapján áll, ezért ha valaki évszerekkel ezelőtt, vagy akár a múlt század elején egy másik országba kivándorolt és ott családot alapított, akkor az ő dédunokái is magyar állampolgárok, de természetesen kérni kell az állampolgárság megállapítását, hiszen a magyar államnak máskülönben semmilyen nyilvántartása erről nincsen. Ezért kell az állampolgárságot igazolni ahhoz, az igazoláshoz pedig, ha valaki jogosult, mondjuk vérségi elv alapján az állampolgárságra, akkor megállapítást kell kérni. Amíg ezt valaki nem teszi meg, addig értelemszerűen diplomáciai védelemre sem számíthat a magyar állam részéről, tehát ilyen értelemben természetesen külföldinek minősül, mindaddig, amíg nem történik meg az állampolgárság megállapítása. Az Open Society egyik budapesti képviselője úgy nyilatkozott, hogy ő Soros György magyar állampolgár is. Erre akkor ezek szerint a magyar hatóságoknál, az államnál, a hivataloknál nincs ide vonatkozó adat? Vagy mondjuk a kormányzó párt rendelkezik ilyen információval, hogy magyar állampolgár és Soros György, vagy nem? Nem, hát természetesen állampolgári nyilvántartás a Fidesz frakciónál nincsen. A kitiltás szempontjából számít, hogy mondjuk született vagy szerzett jogon magyar állampolgár nem. Valaki? Tehát magyar állampolgárt Magyarország területéről kitiltani nem lehet. Az a törvényjavaslat, amit el szeretnénk fogadni, az idegenrendészeti távoltartás intézményét is ismeri, de ez repülőtérre, határsávra is elrendelhető, sőt az a alapeset, hogy 8 kilométeres határsávra kell elrendelni, de az ország területéről, akinek magyar állampolgársága van, nem tiltható ki, akkor sem, hogyha egyébként ez kettős állampolgárság, vagy bármennyi más egyéb állampolgársággal is együtt jár. Nyilván George Soros kitiltása egy szimbolikus ügy, kell ehhez jogszabálymódosítást, hogy ezt meg tudják lépni? Hát még egyszer mondom, hogy miután én nekem arról információm nincsen, hogy ő magyar állampolgár vagy sem, ezért ha valaki magyar állampolgár, akkor nem lehet kitiltani. Hogyha nem magyar állampolgár, akkor szerintem a magyar államnak egyébként bírósági felvizsgálat mellett, de nemzetbiztonsági érdekből is van lehetősége bárkit a saját területéről kitiltani. Gondoljunk abba bele, hogy az Egyesült Államok olyan szabályozást fogadott el, és végső soron a legfelsőbb bíróságon is keresztül ment, ami egyes államokból a beutazást generálisan tiltja az állampolgársági elv alapján. Tehát, hogyha valaki olyan államokból akarna az Egyesült Államokba utazni, ahol az amerikai vélem szerint túl nagy nemzetbiztonsági kockázatot jelentene, akkor személyi vizsgálat nélkül utasítják el a beutazást. Hogy hozzak én is egy amerikai példát. Tavaly februárban indult egy petíció, egy aláírásgyűjtés azért, méghozzá Ohioból, hogy Soros Györgyöt tiltsák ki az Egyesült Államok területéről is, nemzetbiztonsági kockázatra, illetve államellenes tevékenységre hivatkoztak a petíció elindítói, de itt azt szorgalmazták először, hogy vonják vissza az ő amerikai állampolgárságát, és utána tiltsák ki. Hogyha bebizonyosodik Soros Györgyről, hogy magyar állampolgár, és ezt
igazolni is tudja, akkor támogatná a Fidesz, hogy indítsanak egy olyan eljárást, amely során visszavonják tőle a magyar állampolgárságát? Magyar állampolgárságtól megfosztani csak abban az esetben lehet valakit, hogyha nem jogosultként szerezte. Tehát aki vérségi elv alapján állampolgárságra jogosult, attól az állampolgárságot elvenni nem lehet. Hozzáteszem, ez nem mindenhol van így, a magyar alkotmány ezt egyértelmű teszi, de például a brit jog is ismeri a úgynevezett deportation intézményét, ami azt jelenti, hogy az állampolgárságtól is meg lehet fosztani azt, akit terrorizmussal gyanúsítanak, és utána kiutasnak az országba. Azért feszegettem ezt a kérdést, mert ugye a stop Soros törvénynek három fejezete van, egyik lenne ugye a Soros Györgyre vonatkozó, a másik pedig az NGO-kra vonatkozó, akik a migrációt, az illegális migrációt elősegítik, vagy támogatják, akár szervezik is. És azért különösen érdekes ez a téma a stop Soros törvény kapcsán, mert éppen azzal indokolták, hogy szükség van egy olyan szabályozásra, amely azonosítja a migrációt támogató szervezeteket, és fellép Magyarország nemzetbiztonságát veszélyeztető érdekekkel szemben, mert hogy ez káros vagy nemzetbiztonságilag kockázatos. De azért ez mégiscsak egy paradox helyzet lenne, hogyha az NGO-kat tetten tudnák érni, szankcionálni tudnák, de mondjuk magát, azt a milliárdost, aki ezt a hálózatot létrehozta és finanszírozza, nem. Hát igen, de természetesen magyar állampolgárral szemben is az idegenrendészeti távoltartás intézménye az működőképes. Tehát a határzónából ki lehet tiltani magyar állampolgárt is, tehát ilyen értelemben személyre és szervezetre a különböző szankciórendszere a törvénynek alkalmazható. Most indul a társadalmi egyeztetés a stop Soros törvényjavaslatról. Ez pontosan mit jelent, vagy miben merül majd ki? A jogalkotási törvény előírja a társadalmi egyeztetést, ezért ebben az időszakban bármilyen személy vagy szervezet észrevételt tehet a kormány honlapján szerintem már megismerhető törvényjavaslatra. Eddig tudnak arról, hogy tett valaki ilyen észrevételt, akár az NGO-k részéről? Nem, mert ezeket a kormány összesíti, és utána a kormány az, aki a végső döntést is meghozza. Az biztos, hogy ahhoz, hogy a február 19-i ülésén az országgyűlés a törvényjavaslatot tárgyalni tudja, ahhoz február 13-áig be kell nyújtani, de addig a társadalmi vitára a jogalkotás törvény rendelkezéseinek megfelelően van lehetőség. Ugye ez a bizonyos regisztráció, ez önbevalláson alapul, komolyan gondolják azt, hogy mondjuk egy migrációt támogató NGO önként bevallja magáról a későbbi szankciók ismeretében, hogy a migrációt támogató tevékenységet folytat? Ez egy törvényjavaslat egyenlőre, és természetesen, hogyha valamilyen szabályozás nem kellően pontos, akkor lehet azt tovább pontosítani, de itt arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy az önmagában egy szerintem veszélyes, de legitimálás pont, hogy valaki a bevándorlást támogatja. Mi nem ezt szankcionáljuk, mi kifejezetten az illegális bevándorlás támogatását szankcionáljuk. Tehát, hogyha valaki abban működik közre, hogy a tranzitzónába valaki eljusson, és ott beadja a menekültügyi kérelmet, ez nem tartozik a törvény hatája alá. Ha valaki abban működik közre, hogy hogyan lehet törvénytelenül átlépni a magyar határon, az természetesen már a törvény hatája alá tartozó tevékenység. Mi számít még annak, hoznék még egy példát, például, hogyha egy civil szervezet feljelenti Magyarországon Magyarországot külföldön a bevándorlás elősegítésének fog minősülni, ugye itt volt a Helsinki Bizottság ténykedése a bangladesi menekültek kapcsán. Hát nem. Tehát az, ebben az esetben ugye az történt, a feljelentés az egy pontyúra megfogalmazás, a Strasburgi Bírósághoz fordult a Helsinki Bizottság, természetesen ehhez bárkinek joga van. Valóban úgy tervezik, hogy a társadalom és a parlamenti vitát is le tudják bonyolítani még a választások előtt? Ez nem biztos, de szerintem ennek nincs is jelentősége, hogy az országgyűlés most elfogadja ezt a törvényjavaslatot vagy sem, mert hogyha politikai ellenfeleink bevándorlás támogató kerítésbontó alapállását nézzük, akkor hogyha ők kerülnek hatalomra, akkor úgyis hatályon kívül helyezik ezt a törvényt, ha pedig a jelenlegi kormánytöbbségnek sikerül a választások után is többséget alkotni a parlamentben, akkor pedig el tudjuk fogadni a választások után is. Tehát a helyzet az, hogy ha akarjuk, akkor a márciusi ülésen is van mód ennek a februári ülésen is van mód ennek az elfogadására, de akár az országgyűlés úgy is dönthet, hogy ez már a következő országgyűlés feladata legyen. Egyébként a tavaszi, tehát a választás megelőző időszakban hány hétig ülésezik még a parlament, tehát egyáltalán mennyi idejük lenne arra, hogy a házelnök döntésétől függ, de miután az első ülésnap február 19-e és április 8-án választás van, ezért hosszú ülésre nem számítunk. És milyen ellenzéki magatartásra, konstruktívra, vagy inkább gáncsoskodóra? Legyünk méltányosak az ellenzékkel, hogyha eddig konstruktív magatartásra számíthattunk volna, most akkor is a kampányidőszakban az ilyen irányú remények már megalapozatlanok lennének, de hát eddig sem volt az ellenzéknek magatartása konstruktív, úgyhogy el lehet képzelni, hogy néhány héttel a választások előtt a parlamentben a parlamentáris szabályokat eddig is sokszor be nem tartó ellenzék mit fog művelni.
Mintegy 1000 főre tehető, ez egy napi aktualitás, ma történt ugye a tüntetés, a diák tüntetés. Ön szerint a követeléseik jogosak a tüntetőknek? Véleményemet, hogy szabadság van, tehát mindenki megfogalmazhatja a követeléseit, és szerintem függetlenül attól, hogy diákokról van szó, fontos is, hogy ezeket érdemben az oktatási kormányzat megtárgyalja, megvitassa, akár velük is, de én úgy gondolom, hogy alapvetően azok a változtatások, amelyek az oktatásban végbe mentek az elmúlt években, és itt ezt széles értelemben gondolom, tehát az ingyenes tankönyvtől az ingyenes étkeztetésen át a nemzeti alaptanterv megváltoztatásáig, ezek szerintem pozitív irányú jó döntések és intézkedések voltak. Szintén a héten zajlott le vita, vagy indult el a sajtóban üzengetés annak kapcsán, hogy Németh Szilárd, a Fidesz alelnöke azt nyilatkozta, hogy Szél Bernadett jelenlétét nem tartja kívánatosnak a Nemzetbiztonsági Bizottság ülésén. Mi a véleménye, vagy mi az álláspontja erről a hát legalábbis kitiltási szándékról, és mi indokolhatja ezt? Miután Szél Bernadett a Nemzetbiztonsági Bizottság tagja, ezért onnan kitiltani nem lehet, de Németh Szilárd képviselőtársam, alelnök úr nem is ezt mondta egyébként, hanem azt, hogy miután korábban egy Soros György által támogatott migrációt segítő, már nevében is ezt tartalmazó szervezetnél dolgozott az LMP miniszterelnök jelöltje, ezért a Fidesz olyan napirendet nem fog megszavazni, ami Soros György magyarországi tevékenységét tárgyalja a Szél Bernadett jelenlétében, erre meg a Fidesznek van joga. Ugye azt mondta Németh Szilárd, hogy mást delegálhat az LMP, de Szél Bernadett jelenléte nem kívánatos. Pontosan egyébként egy korábbi azt hiszem, hogy a bizottságra delegált szakértő kapcsán nemzetbiztonsági kockázatokat tárt fel az AH. Mi volt ez, vagy ki volt ez, arról lehet-e tudni? Én a nevét nem tudom az illetőnek, de az nem egy, tehát nem minősített, hanem nyilvános, vagy legalábbis semmilyen titkosítás alatt nem álló információ, hogy valóban az LMP által Nemzetbiztonsági Bizottságba jelölt szakértő esetében az Alkotmányvédelmi Hivatal nemzetbiztonsági kockázatot, vagy kockázati tényezőt állapított meg. Ujjás Gergely, köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm én is.